Egy barátom mondta, hogy egy katolikus ne menjen egy református templomba, mert baja esett. Nos, amint már tudjátok, megúlt a zuhanásom az orvona mellől, túléltem, és még 5 hétig kell egy helyben lennem, ami nem egyszerű egy fogelnek, egy madárnak. De mi a lényeg, hogy szívből köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat és a segítséget. Nyugi! Itt a világ vége? Nem. Meg fogsz fagyni télen? Nem. Hallasz pozitív, működő, praktikus megoldásokról? Akkor most mi van? Semmi. Továbbra is vezetnek minket az orrunknál fogva, és rettegünk. Ők a másik oldalon kőprofik, mi meg... Hát... A kulturális kreatívokról szóló filmjeim úgy 18 évvel ezelőtt nagyot mentek itthon is, és külföldön is. Aztán elcsesztük. Mindnyájan. Bizony, a kényelmet választotta mindenki. Ki a szellemi tonyaságot, ki a fizikait, ki csak egyszerűen gyáva volt. Persze, eközben bizonygattuk az igazunkat, és vettük marékra a nyugtatókat. Virtuálisan, de igaziból is. Kiki a saját cuccát. Sok mindent láttam sokfelé. Igazi áldozatot magáért és a közösségért alig hozott valaki, legalábbis a meglátásom szerint. Bárhol is jártam a világban, a legtöbb kezdeményezést, ha kegyetlenül őszinte akarok lenni, akkor azokat bizony a félelem, a halálfélelem motiválta igazán. Nem a szeretet, ahogyan azt a legtöbben elhazudták maguknak és egymásnak. Persze voltak kivételek, vannak kivételek, de én így láttam ezt, bárhol is jártam a nagyvilágban. Szeretett közösséget? Ugyan már még szeretni sem tudunk igazán. De nincs semmi baj, feleim. Ne hallgassatok a megmondó emberekre, rám se hallgassatok. Viszont figyeljetek azokra, akik már letettek valamit az asztalra. Pár napja ismét beszólogatnak nekem nyilvánosan is, hogy ha annyira imádom a Viktort, akkor fizessem ki neki a villanyszámláját, mármint annak, aki beszólt nekem, és ezt egy életerős csinos nő ugatta egy kommentjében a sok közül. Hát nem, kedveseim. Van agyatok, ha még szívetek csak alig, és ha a túlélés fontos nektek, akkor ahogy például Makovec úr mondta anno élő televíziós adásban, emeljétek meg a seggeteket, és oldjátok meg magatoknak, amit akartok. De mit is akartok ti igazán? Túlélni? Vagy élni? Most egy részlet következik az Utópia című rövid filmből, amit nemrég osztottam meg veletek. A művészeknek tükröt kellett volna tartaniuk a társadalom elé. De a legtöbben saját maguknak állítottak tükröt, amit az öndicsőítés a selfie eszközeivé vált. A legtöbb író, művész és költő eladta magát. Túlságosan féltek, hogy elveszítik a szponzoraikat, az állami támogatást. Idézet vége. A megoldás? Sok mindent láttam, tanultam az életemben. Voltam különböző kultúrákban, olvastam sok mindent, aztán most így 50 éves fejjel jött egy felismerés nemrég. Amikor fiatal kamasz voltam, teljesen magamtól, saját kíváncsiságból felütöttem a nagy könyvet. A második részt. És miután a mai napig csodálkozok azon, hogy a földi logikával nem lehetnék életben azon a módon, ahogy eddig alkottam és ahogy eddig éltem. Ezt úgy is lehet érteni, hogy egy fura művésznek nevezett figura, mint én, aki a saját útját járta eddig, úgy ahogy, és az alkotásai eddig igencsak sok embert inspiráltak, és sokakat dühítettek is. Nos, nemrégen egy furcsa nyíregyházi találkozón kibukott belőlem,
miközben egy nagy asztal körül hallgatták az agymenéseimet, nagyon okos és igencsak gazdag emberek is, azt, amit most így idősebb fejjel képes voltam megfogalmazni. Igen, talán megfogalmazni magamnak, és akkor ott a körülöttem ülőknek is. Egy kicsit sziruposan sikerülhetett, de aztán visszagondolva az akkori felismerés, azóta szinte minden nap belém illallik. A megoldás, kedves feleim, már régóta az orrunk előtt csücsül. Nem kell sokat pofázni, nem kell sokat nyavajogni, nem kell könyvtárakat kiolvasni, nem kell gurukat sem követni, sőt, nem kell közösségeket építeni. Nem kell megváltani a világot, nem kell sírni, hanem csupán embernek lenni az embertelenségben. Amióta az eszemet tudom, mindig világos volt számomra, hogy alkotni csak szabadon érdemes. És én így éltem a mai napig. Szabadon, de felelősséggel már amennyire képes voltam rá. Nagy ára volt ennek. Ára. Nekem mindenem megvan, de nincs semmi. Viszont még mindig tudok alkotni. Amikor nem aggódom a holnap miatt, akkor hatalmas erők jelennek meg bennem és körülöttem. Amikor kérek, megadatik. És ha képes vagyok a szívemmel gondolkodni és bátran meglépni, amit a szívem diktál nekem, akkor megtörténik a csoda. Mert ebben a földi létben vannak, léteznek csodák. És sokszor csodák kellenek a továbblépéshez is. És a csodák mi vagyunk. Mindenkinek sok erőt kívánok. Fogja Frigyes voltam, egy szabad filmes most innen Erdélyből.